Na hát, érdekes meccs előtt állunk, és ezt azért mondom, mert négy évvel ezelőtt, 20-án, április 20-án játszottak Premier League-et egymás ellen, és azt 7-3-ra nyerte egyébként Peter Wright, és akkor egyébként nem volt gyenge meccs, de egy gyenge meccsnek számított, mert 92-es, 2 fölött voltak egy picivel átlagokba, és hát nem igazából dobtak jó tömeget, ennek köszönhető volt. Ami viszont biztos, hogy bármelyikük is veszít itt, az nagy bajba fog kerülni. Ha James Wade, akkor ugye visszafog, a nagyobb nagy különbséggel, akkor vissza fog esni az utolsó helyre. Hát nem is kell olyan nagy különbséget kapnia. Igen. Az biztos, hogy a Peter Wright vereséget szenved, akkor nem lesz kieső helyen, hiszen egy ponttal többje lesz, mint Rob Crossnak. Viszont mekkora különbség az, hogy pontszámban meg utol tudja érni a harmadikat Peter Wright, hiába gyengébb a legaránya. Tehát óriási jelentősége van most ennek a mérkőzésnek és ennek a két pontnak, vagy egy-egy pontnak. Peter Wright egy nap 7-3-as vereséget szenvedett Nathan Espinel-től, James Wade is kikapott még hozzá José de Souza-tól. És lesz-e új nyíl Peter Wright? Nem, eddig nem néztük. Na, ki fogja kezdeni a meccset? De jó fejek voltak. Peter Wright kezd. És az új nyíl. Nem, ez a legrégebbi. Ez, bár ugye a tegnapihoz képest. Tegnapihoz képest, igen. Hát elővett egy újabbat. Mert az ellenfelek alapján válogatja. Itt van még egyszer. A véd, de véd, hogy koncentrált és mosolygott közben. Nagyon nagy volt. Hát Véd nem változtatott a nyílán. 140. Lesz a nyíl csere meccs közben. Százas. Ez nagyon jó eddig Védtől. 180! Véd már nyert Premier League-et. Persze. Peter Wright-tal ellentétben 2009-ben nyerte meg Véd. 2010-ben is döntőzött, akkor kapta két 9-nyilas filmet. 180! Peter Wright pedig 17-ben kapott ki Michael van Gerwentől a fináléban. 81 ellen egy 100-ra véd, de Wright meg kiszállózhat 138-ra. Ebből nem lesz most 138. 18-as. 98 a dobás marad a 40-100-ra véd. Dupla-dupla. Dupla-dupla! Dupla-dupla! Kezdés! 12 nyíl! De ez most jóra, igen. Ú, de szép volt! 125,25 százados átlagon James Wade, ugye a 4-12 nyilasnak az az átlaga. Százas. Hát itt őrület lenne holnap, meg holnap után, hogyha ezt a meccset megnyerné Wade. Ho-ho, igen. Hiszem, hogy Peter Wright-nak még kell játszani a Darrenttel, ugye? Peter Wright holnap játszik majd Darrenttel, holnap után pedig José de Souza-val fejezi be. Hát igen, és az a nagyon kemény. Még egy százas Wade-től. Csak az ugye Rob Cross-nak is van egy Darrent meccse még. Vele zár, és holnap pedig Crossi Espinel-lel játszik, az első meccs lesz majd az övék. Gyönyörű! 134, ne felejtjék el természetesen holnap és holnap után is, így 8 óra után pár perccel kezdés. 8. és 9. este, ugye a Judgment Night holnap után. És talán május 5-én folytatjuk majd 8 játékossal. Hatvanas. Igen. Levált. Nem vált le. 60. Kiszállónak kiszálló van, de most azért szeretett volna triplát dobni, jobban jött volna neki. Ez nagyon szép.
140-nel, 107-re Peter Wright, ebből is lehet 4-körös, már nem lett védtől, 5-körös lehetett volna, de már az sem. 41 marad. Szerzhétről a hátsó pályás egyenlítésért. Még mindig 87-es tripla 17. 70-e van tripla 10. 60 a maradék. 41-ről véd. 1-es és a dupla 20. Jó helyen van az. Az meg még jobb helyen, 2-0 a James Wade-nek. Nem hibázhat sokat Peter Wright. Ez egyébként is igaz a Premier League meccsekre. 0-2-es kezdés után, meg aztán végképp. 100 pont. Száznegyven, és egyébként nem beszéltünk ugye Peter Wright-ról, mint kieső, mondjuk. Bizony. Én ezért is mondtam, amikor megkértem a kedves nézőket, hogy tippeljenek, hogy ki fog kiesni, és mondtam is, hogy Wright-ot nem írja senki, pedig még ő is benne lehet a pakliban. 140 után 100 pont. Nem, ez nem sok, ez nagyon óvatos lépkedés lefelé. És ez még első pályáról is csak óvatos. Akkor meg aztán pláne, hogyha véd dobálja a nagyokat. Na, 141, ilyen tartunk. Ó, 177! 84 pont marad! 3-0-ra vezethet James Wade, ha megcsinálja a 84-et. Kellene a 180 Wright-nak. Igen. 140, ez sem rossz. 84 a 3-0-ért. 14-es, dupla 11. Nem száll ki véd! 11 pontja marad, right? 76 pont. Dupla 18. Ő be tudja dobni, fontos leg. Fontos dupla, 2-1. És ő az ötösbe kezd, aztán véd. Aztán tripla 1. 68-as. A végén csak kihozta belőle a maximumot. Százegyven. Igen, jött közben egy érdekes tipp a másik kieső személyére, méghozzá Gary Andersonra, mert hogy nehéz a sorsolása, és ebben bizony van valami. Ma Michael van Gerwen, holnap Dimitri Vandenberg, holnap után pedig Nathan Espinel lesz az ellenfele Gary Andersonnak, aki most 7 ponttal áll, és az a 7 pont az még egyáltalán nem életbiztosítás. Abszolút jó a felvetés, de nyilván akkor abban az esetben Storno lenne minden, hogyha ma megverné van Gerwent. Igen. És hát a tegnapi játékot mutatja Van Gerwen, akkor van rá esély. 59. Megint megindult a legelején, viszont véd. 140. Most azt nézem, hogy 93 a maradék így, de hogy melyiküknek rongálja ennyire a táblát a nyila. Valószínűleg a védé. Százhat a maradék. Nagyon szép, dupla 18. Jaj, de szép! 3-1 James Wade-nek. És egyelőre Peter Wright-nak kellene rohangálnia az angol után, de nem nagyon éri utól. 5-ből 3, 1-ből 1. Igen. 100-as.
97. Százas. Egymás után kettő Wright-tól. Igen. És megint, még mindig 100 fölötti átlagon véd. 95. 105,73 század. És tapossuk az ötödik leget. Gyönyörű. 182-re megy le. Kell tovább dobni, és most búlra kéne dobni. Ne oda! 133. Igen, a 25-össel is már kiszálló lett volna. Akkor maradt volna 170. Így van. 102 ebben a pillanatban Wright maradéka. 107 ponton véd átlaga. 140, odafért a harmadik. 42 marad. És most jön elő egyébként, tehát most simán lophatott volna, mondjuk nem dob triplát véd, úgyhogy mindegy. 76 marad. Megvan a tízes, kettő nyíl. Nem kell kettő, egy elég. 3-2 az állás. Szép játék volt. Na ez most baj lehet. Közben azt írja Molnár Laci, hogy Wright nyílhegye meg van vitlokozva. James Hay csak a végén bordás, 140. Egyenlítési lehetőség Wright előtt, Tácsó pályáról. Igen. Pláne így. ...140 megint. Nagyon jó játék hátsó pályán. ...180! Közben Dari Zolitól egy észrevétel. Táncosokból is van több csapattag, de más lányok voltak. 200 ponton véd, 121 pontja van Peter Wright-nak. Az kellett, ez marad a 100. Most nagyon szépen összerakta magát Peter Wright, az átlaga is most már 104 fölött. Igen. 11. Az 24 lett. Jó. Kell egy 5-ös? 5-ös, igen. Nagyon jó, 32 a maradék. Tripla húsz, dupla megint, megint, igen, vagy dupla-dupla, ugye ezt láttuk. Most jöhet. Egy jó megint! Az fölötte és van. És most fölé megy, nem sikerül a dupla-dupla. Igen, azt akárhonnan nézi, az fölötte. Igen. 3-3 lehet. Hát azért megnézte onnan is. Onnan hát is, onnan is. Hátha. 3-3! És megoldja. 13 nyilas. Indul minden előről, eddig tudta tartani az előnyét James Wade. 104,6 százados átlagon. James Wade is 103,11 századoson. Nem, 103,7 tizedesen pedig Peter Wright. Hát az, aki lehet békülni. Ez nagyon jó. Ez meg így aztán tovább javít rajta, ez a 131-es. Míg megint nem jön tripla Wade-től. Egy jön, százas. Egyébként 60. 6, 3-ból 3 százszázalékos kiszállózása van Peter Wright-nak. Még egy 100 pontos kör James Wade-től. Nagyon jó,
140-nel kiszálló lehet, a 180-nal is igesen. 180! Hát láttunk Babyfish-t. Láttunk ma már Babyfish-t, csak nem kiszállónál. Volt 130-as kerekítő ma. Igen. 140, 161 a maradék. Ez eddig jó. Na, jön a büntetés? Nem. Nem. 65-ös, marad a 96, 32-re. Megint lehet 13 nyilas Peter Wright-tól. Nagyon-nagyon közel van. És már ő vezet. 4-3 a Skótnak. Egy pont is rengeteget jelenthetne James Wade-nek. Konkrétan azt, hogy pont előnyben vezetne a kieső helyen lévő crosszal szemben. Három leget nyert Ginorba egymás után, ugye 3-1-re vezetett Wade. Az elröppent. Most egy picit rontott az átlagán Wright, 102,4-esre. 103,59-en Wade, megjavítani fog rajta. Bizony, 104,5. Ez benne. 140. Nem hagyja nagyobb levegőt venni James Wade-et Peter Wright. 100-as. Nincs kiszálló így. Az átcsúszik az ötösbe. Az tripla. Az nem. 84. Van még lehetősége Wade-nek bőven. 6 nyila van megoldani a 165-öt. Egy ötös. De szép. 125-tel. Kell néznem, mit tippeltem, bár eddig egyet sem találtam el, úgyhogy egy kis túlzással most már mindegy. Húha, 7-4-et. Peter Wright-nak? Igen. 91 pont, 142 a maradék. És kiszáll James Wade, 4-4. 13 nyilas. Hú, de jó meccs egyébként most már. Ez a legjobb ma eddig. Átlagokban biztos. Peter Wright egy kicsit most átment, most ezen is változtatott egy picikért. Még hogy nincs itt a... Még hogy nincs itt a Simon Whitlock. Majd azt hiszik, akik nem látják, hogy ki tudnak, hogy itt mégis bizonyen. Itt van. Bizonyám. 136-os nagyon jó kezdés hátsó pályán. Szépen lassan már nem is fogják látni, hogy hol van a tripla úsz, nem mintha nem látnák vakon is. 140, ezzel a képzavarral élve. Ott is. Ó, de jó hátsó pályás játék James Wade-től. Azonnal tudott váltani. Nézd meg azt az átlagot, abszolút. Szenzációs. És teljesen 4-4-nél is megjósolhatatlan, hogy ennek mi lesz a forgatókönyve itt a végén. Most egyelőre most ez nagyon brékszagú leg. Marad. Na. Sima 20-as csak. Nem jön, nem jön. 60. Kevés. Még az sem biztos, hogy ki kell feltétlenül szállni a Wade-nek, és nem is fog. Innentől kezdve viszont egy jó kerekítő kellene, a második már jó. Marad a 60-as. 141. Extra kellene most Peter Wright-tól. Lehet még extra.
Lehet, az is még extra, jó. Extra, dupla 12! Ajjaj! És ne feledkezzünk meg arról, hogy a Véd megnyeri ezt a leget, utána az egy pontért kezd. Kettő nyíl a dupla 20-ra. Mindig a dupla 20. Kiszállja! Brékelni tud James védővezetőt 4-re, és a következő a saját kezdése után megnyeri a leget. De szépen akkor használtam. Egy pontja van. Hú, micsoda kiszállózás, hogy összességében. Igen, mind a 15-ből 9 összesen. És hogy kezd? Eddig jó... 140! 113-as. Egyébként ami a különbség a két játék között jelen pillanatban, az első 9 nyíl, az 10 ponttal magasabb James Wade-nél. Főleg így. És most nagyon koncentrál Wade. Nagyon koncentrál! De jól játszik. 140! Még egy! És ez így több lehet, mint egy sima pontszerzés, mert most nagyon megállt Wright. Igen. Még egy 140-es védtől. 11 nyíl lehet belőle. Igen, és most már majdnem 107-es átlagon van James Wade. 115-ös első 9 nyíllal. 99 közben jött a kérdés, hogy továbbjutók viszik-e magukkal a megszerzett pontokat? Igen. Igen, persze. Csak játszanak még egy kört. 40 marad. Ki tudja hány nyira van még a 40-re, minden esetre most egy tripla jön Wright-tól. Nem tud lejönni kiszállóra, sőt egyes lett az utolsóból. És megvan a legalább egy pontja James Wade-nek. Ez pedig azt jelenti, hogy a két kieső helyen a mai este után Glenn Durant és Rob Cross lesznek. Ugye Durant már ki is esett, ez biztos. És utolsó lesz, ez is biztos. Hogyha nem tud a következő két legből egyet megnyerni, illetve a következő két legből kettőt megnyerni Peter Wright, akkor ő csúszik vissza az utolsó előtti helyre. 100-as. Óha. Az is alatta. 80. Nagyon összeszedett Wade ma. 100. Nem nagyon jönnek szektorhibák, nem nagyon jönnek úgy összességében hibák. Nagyon stabil, nagyon kiegyensúlyozott, bőven folyamatosan 100 fölötti átlaggal, és jó kiszállózással mellé. 121 pont. 160 a maradék, de biztosan fog kezdeni, még hogyha ezt a leget el is bukja Véd. Százas. 6 nyíl a 160-ra. 5-ös. 19-es, 54-es. 58-a, 82-re ment le. Hat. Csak hogy azért ott legyen egy kétnyilas kiszállóval bizony. 17-es és a dupla 20. Egy nyíl a 6-5-höz. De nem tudja nem bedobni. Megnyerheti a meccset James Wade. Megbizony. Az jó, kettő nyíl. És kiszállja! 7-4-re megnyeri James Wade, és mostanában jó formában volt a Premier League elő, de ilyen koncentrált, ilyen összeszedett, ennyire sallagmentes játékot védtől. 105,76-os átlag, 113,61-es első 9 nyíllal. 64%-os kiszállózással, szenzációs játék James Wade-től, le a kalappal.
és óriásit lépett abba az irányba, hogy folytassa majd a küzdelmeket csütörtök után is. Peter Wright viszont visszacsúszott egyedüli 6 pontosként a 8. helyre, mögöttek Rossnak van 5, előtte meg vannak 7 pontosok, de lehet, hogy csak egy lesz, hogyha Gary Anderson pontot szerez Michael van Gerwen ellen, hiszen ővék az utolsó meccs, néhány perc szünet, és zárjuk a két világbajnokkal az estét.